Az életmű, ami Veszprémtől Amerikáig, Angliáig, a szerkesztőségektől az indián törzsekig vezet, természetesen nem ismerhető meg pár óra alatt. Ennyi időt a kiállításra érdemes szánni. Körülbelül egy évvel ezelőtt megérkezett ide Veszprémbe Kutasi Kovács Lajos fia, Szabolcs és a felesége, akik meglátogattak bennünket a múzeumban. Ez egy nagyon régi ismerettség, barátság volt. V. dr. Fodor Zsuzsa korábbi igazgatóasszony mutatott be bennünket egymásnak. Leültünk beszélgetni, és én már tudtam, hogy azért itt van egy ilyen hagyaték, ami a családtól került a Veszprémi Múzeumba. Nagyon kevés indián hagyaték, zömében pedig irodalmi alkotások, Kutasi Kovács Lajos irodalmi alkotásai. Fölmerült Szabolcsba az, hogy nagyon szerették volna, hogy egy állandó kiállítás keretében mutassuk be, hiszen Veszprémáros szülöttjéről van szó, és azért igen neves, nagyon sok mindent létrehozó, tevékenykedő emberről, tehát szerettek volna egy ilyen állandó emléket állítani neki. Sajnos hát ugye a múzeum elég picike, úgyhogy nagyon nem tudunk egy önálló termet vagy egy helyet biztosítani, terveink vannak, elképzeléseink vannak, de jelen pillanatban ez kivitelezhetetlennek tűnt. Nem telt el egy pár nap, és egyszer csak keresett bennünket a Pannon Egyetem, hiszen tovább folytatták a Magyar Napok rendezvénysorozatot, ugye már az 5. alkalom volt. Ebben az évben, tehát 2015-ben úgy tervezték, hogy a határon túli elsősorban emigrációban, tehát nyugaton élő magyarokat szeretnék bemutatni, a hajdani emigránsokat. Tehát nem az elcsatolt területeket elsősorban, a hajdani emigránsok életét, hogy őrizték meg magyarságukat, hogy éltek ebbe a diaszporába, és ahogy a két dolog, minthogyha egymást kiegészítette volna, úgyhogy mi megkapva kaptunk az alkalmon, hogy létrehozzuk ezt a kiállítást, és végre most már azt hiszem 10 év eltelte után újra bemutassuk Kutasi Kovács Lajos hagyatékát. A kiállítást Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója nyitotta meg. Tőle azt kérdeztük, hogyan egyeztetett össze Kutasi Kovács Lajos életében a lokálpatriotizmus és a hívó messzesség hívó szó. A történelem kényszere erősítette meg ezt a hív a messzeség hívószót, de úgy hozható szinkronba, ha elolvassuk az ő írásait, könyveit, a visszaemlékezéseket, hogy mit jelentett neki Veszprém, Csónoki Jenő, akivel ő interjút készített 1943-ban a Gyulai Pál utcában Budapesten, akit már 18 éves diákként levélben szólított meg, és aki válaszolt neki rá, és hozzá kell tennem azokat a tanárokat is, akikre mindig szeretettel gondolt, azokra a piarista tanárokra, akik itt őt tanították. Nem gondolnám, hogy lenne még olyan magyar író Brazíliában, aki a szülőföldjéből, a szülővárosából olyan szeretettel és olyan megbecsüléssel emlékezett volna meg az írásaiban, mint ő. A találkozásokról, az emberi élményekről, és Veszprémből és környékéből és a Balatonról is, amit ő nagyon szeretett és ahova eljutott, a sorsozta így, hogy Brazíliába került, de aztán visszatalált. Hazatalált ide az írásaival, a könyveivel, a Gondolatkiadónál megjelent Brazíliát bemutató munkáival, és aztán fizikailag is eljött ide ismét. Számomban nagy emberi élmény volt minden találkozásunk, beszélgetésünk, amely kitágította az én horizontomat is a világba, hogy mennyire nem szabad felületesen, felszínesen megítélni a dolgokat. Vásári Tamás, Kossuth Díaz zongoraművész és karmester zenés visszaemlékezésében idézte apósát. Írónak kell az, hogy olvassák a könyvét, és hát magyarul csak a magyarok olvasnak Magyarországon. És az, hogy hát Magyarországon adják ki a könyveket, ugye, mert ott már az megszűnt, hogy ott újabb könyveket kihozzanak emigrált írótól Brazíliába, és akkor elhatároztuk, hogy ők
hazajönnek Magyarországra. De nem jöttek haza, csak Londonig mentek, a közelbe, és onnan járt ő haza Magyarországra tárgyalni a könyvei ügyébe, mert itthon aztán kihozták a könyveit. Úgyhogy mégiscsak megtörtént a csoda, ugye, hogy emigrált író, emigrációban egy író mégis otthoni közönségre talált. Őt mindenki szerette, mert olyan jó kedvet és pozitívumot árasztott és optimizmus, hogy az lehetetlenné tett minden rossz kedvet és minden depressziót maga körül, és az emberek mint a fényre úgy szálltak rá, és szerettek vele együtt lenni. Roppant érdekes volt a vele beszélgetni, mert nagyon nagy tudása volt, de nem száraz tudás, hanem eleven, ahogy ír is ezekről a dolgokról, tehát nagyon olvasmányos, és nagyon olvasmányosan beszélt is, és ugyanakkor, és nagyszerű humora volt, és ez volt neki az élet eleme, ez olyan, mint a rózsának, hogy illatozik. Akárcsak Brazíliában, Kutasi Kovács Lajos Londonban is a magyarság nagykövete, az emigráció lelke lett, többek között szerkesztője az Angliában kiadott Magyar Irodalmi Folyóiratnak. Határgyőző Csé Szabó László Szabó Zoltán mellett alkotótársa, sőt barátja volt Pátkai Róbert, evangélikus püspök. Egy alkalommal történt, az egy nagyon érdekes formátum jelentkezett, és pedig az, hogy egy megkért a Lajos egy Péter László nevező történész, hogy egy bizonyos alkalommal a múltat érintő történelmi szituációra utalva hát írjon egy cikket. Meg is írta, de miután az újságunk ugye az 32 oldalas volt, és a cikk körülbelül 30 oldalas, tehát egyszerre nem tudta vállalni. És akkor mondom a Lajosnak, hogy Lajos, hát írd meg ezt. Rám nézett, nem, te fogod megírni, mondja nekem, és ténylegesen akkor Franciaországba egy szabadságra mentünk, és megírtam a cikket. Ez volt az első nem egyházi vonatkozású mondjuk írásom, ami aztán mondjuk bővült sok minden más hasonló dologgal. Tulajdonképpen, ha úgy mondanám, akkor a Lajos tett engem íróvá. Ami még engem mondjuk közel hozott a családhoz, az, hogy a Ildikó lányuk meghalt, akkor én temettem. A temetési szertartást elvégeztem, akkor a Lajos meghalt, akkor őt is én temettem. És akkor a Rózsa, ugye a felesége, akkor hát visszakerült, illetve áttelepült Szabolcsékhoz, ugye Brazíliába, és a halál után mondjuk a Hamvait megint én temettem. A rendkívül kiterjedt családi és ismeretségi körből sokan őriznek szép emlékeket. Olyan előadót is hallottunk, akinek a gazdag életműhöz is sikerült hozzátenni. V. dr. Fodor Zsuzsa közreműködésével Kutasi Kovács Lajosnak halála után megjelent még egy könyve. Nagy öröm volt, szakmai öröm volt számomra, amikor aktív voltam, hogy Kutasi Kovács Lajossal összehozott a sors, hiszen a nagy sikerű kiállításom, Isten áldja a tisztes ipart címmel rendeztem a 90-es évek elején, és ebből született egy kis könyv ugyanezzel a címmel. És írtam a Hungária kávéhoz, illetve étteremről, amelynek Kutasi Kovács Lajos édesapja a tulajdonosa volt, és ő pedig ott nevelkedett, és így keresett meg engemet az író, akivel egyre inkább elmélyült a kapcsolatunk, mert hiszen kiderült, hogy nagyon sok közös érdeklődési pontunk van, az indián kultúra szeretete, a magyar kultúra szeretete, a magyar művelődés történet, és főképpen az érdekelt, hogy egy emigrációba élő magyar kulturális munkás hogy élte meg az emigrációt, és mikor én a múzeumban meghívtam előadni, akkor nem az indián utazásáról kértem őt, hogy beszéljen, hanem a dél-amerikai magyar emigrációról. Tulajdonképpen már akkor megfogalmazódott bennem, hogy bár nem tudtam, hogy a következő évben már nem lesz közöttünk, de miután a tárgyi anyagot annak idején Veszprém város nem fogadta el, így került az Érdi Múzeumban, én úgy gondoltam, hogy az irodalmi anyaga és egyéb emigrációs anyaga annyira érdekes, hogy ez mindenképpen a múzeumban való. És
sajnos a halála bekövetkezett 95 decemberében, és én már a következő évben a múzeumban hazahozhattam az ő irodalmi hajadékát. Annyira értékes ez az anyag, ez a dokumentumanyag is, amit sikerült elhozni, hogy ezzel a múzeum is hozzájárult ahhoz, hogy ő ismertebbé váljon, hozzájárult ahhoz, hogy a dél-amerikai magyar emigráció történetéről többet tudjunk, és ő ennek nagyon nagy közvetítője volt, és éppen ezért az nagyon érdekes írásaiból egy pár év múlva a Vasárnapok, Hétköznapok címmel a múzeum könyvet jelentetett meg Fia Szabolcs szponzorálásával, és amikor ezeket a kis írásokat válogattuk, akkor valami fantasztikus élménybe volt részünk, hiszen szinte minden írásában, amit Brazíliában írt, valahol mindig megjelent Veszprém. A rendezők jóvoltából őszinte, bensőséges esemény lett a kiállítás megnyitója. Ha ott ül közöttünk, bizonyára Kutasi Kovács Lajos is jól érezte volna magát. Fia, a Kaliforniában élő Gábor, meghatottan mondott köszönetet. Édesapám sok írásain keresztül és tárcáin keresztül nekem Veszprém az valahogy ilyen városom lett. Bár Vácon születtem, mert hát éppen akkor úgy alakult a háborúnak a sorsa és a helyzete, de én valahogy úgy Veszprémmel kapcsolom magamat össze teljesen. Én egy veszprémnek tartom magamat, és hát mivel minden éve itt vagyok, itt van a unokatestvérem, a Kovács Attila, akivel nagyon jóban vagyunk, hosszú évet óta, mindig vendégségben, sokkal kisebb, hosszabb időkben. Úgyhogy az Attilával itten ezt a városnak az összes kisebb, nagyobb zukát, vendéglőit, parkjait megismertük, úgyhogy nekem egyre jobban hazám és városom lett Veszprém, mikor először beléptem, hogy találkoztam a múltammal. Itten egy szobában soha így még nem gondoltam, hogy tudnék találkozni. Először is a nagyszülőkkel, dédnagyszülőkkel, szülőkkel, gyerekkorommal, fiatalkorommal és azokkal a tárgyakkal, miket mi egyenként az édesapámmal megszereztük, megkaptuk, megvettük. És ezek az összes tárgyak itten mind egybe vannak, egy szobában vannak. Nem tudom, hogy ki az az nagyon szerencsés ember, aki tudna így büszkélkedni, hogy az egész életének a legfontosabb pillanatai egy helyen megünneplik. Nem az csak, hogy én meglátom, hát az is egy óriási élmény, de itt vannak a családtagok, itt vannak a barátok, akik mindezt ugyanígy értékelik, és velem együtt ünneplik ezt a napot. Ahogy a fiú emlékeztetett rá, Kutasi Kovács Lajos szerint minden tárgynak megvan a története, megvan a lelke és megvan a sorsa. Higgyünk abban, hogy a megfogalmazott szándékok elvezetnek addig, hogy állandó kiállító helyet kap Veszprémben a csupa egyedi, pótolhatatlan darabból álló közkincs, a szülőváros öröksége.